Az aerobiktól a sakkig 22 sportágban 269 általános iskolás, illetve középiskolás diákolimpiai 1-3 helyezett, vagyis dobogón végzett egyéni versenyző, illetve csapatban érdekelt diáksportoló jelent meg a Garai Gimnázium dísztermében megtartott szokásos éves díjkiosztón szekszárdon. Szeretném megköszönni a felkészítő tanároknak, szeretném megköszönni a szülőknek, és természetesen a sportolóknak, hogy ezeket a csodálatos eredményeket elérték. A legsokoldalúbb sportolói címet mindenképpen a Paksról érkező Csonka Tibor érdemelhetné ki, aki a futóatlétika több versenyszámában is indul, a tanulásban akadályozottak kategóriájában. Sprintában, 100-on, 200-on és 400-on is versenyez. Bejutottam mind a háromba, és ottan kettőt nyertem meg, 400 métert ott első lettem, távolugrásban első lettem, azért hatodik lettem azért dobásban ott. A 269 díjazott között ott volt természetesen Tolnamegye két idei ifjúsági sportoló büszkesége, az argentinai ifjúsági olimpián nagyszerűen szereplő, egyaránt az első tízben végző Dombovári Farkas Bence a 200 méteres síkfutó és Orsós Dániel a tamásiak kitűnő súlyemelője.